Sziasztok! Ma péntek van, és elég sok teendőm volt, azonban mivel megfogadtam, hogy mindig adok időt egy kicsit magamnak, hogy tudjak töltődni és a természettel kapcsolódni, ezért a dolgaim közepette hagytam egy kis szünetet, amikor kimentem mezitláb sétálgatni a kertbe. Visszagondolok arra, hogy régen semmi időt nem hagytam magamra magamnak. Olyan időt, amit saját magammal töltök el, és ilyenkor töltődök, csak arra koncentrálok, hogy a jelenben legyek, és fejlesztem magamat mindenféle téren. Na de mondom úgy, hogy értsétek is, tehát az én idő alatt én azt értem, hogy vagy olvasok, meditálok, vagy sportolok, vagy a természettel kapcsolódok, tehát a jelenben vagyok, és örülök annak, hogy pusztán létezem. És tényleg igaz a mondás, hogy olyan egészségi állapotban van az ember, amilyen kapcsolatban van saját magával. Egy pár hónapja elkezdtem keményen dolgozni azon, hogy saját magammal is jó legyen a kapcsolatom, illetve hogy mindig hagyjak időt arra, hogy tudjak a jelenben létezni. Jelen pillanatban például az teremti meg számomra ezt a boldogságot, hogy érzem a talpam alatt a különböző növények és a föld textúráját. Tulajdonképpen ilyenkor egy hatalmas nagy boldogság és hálaérzés fog el, amikor kint lehetek, és tényleg nem gondolok semmi másra, csak nézem ezeket a csodálatos dolgokat itt körülöttem, amiknek lehet örülni, és teljesen abszolút természetes dolgok. És tudjátok, az a hatalmas nagy rádöbben is, hogyha rájössz arra, hogy eddig úgymond csak kifelé éltél. Tehát arra helyezted a hangsúlyt, hogy hogyan öltözködsz, hogy sminkeled magad, hogy másoknak megmutasd, hogy neked milyen tökéletes életed van, akár a közösségi médiában, Akár egy-egy beszélgetés által, és nem arra törekedtél, hogy saját magaddal egy jó kapcsolatot alakíts ki, hogy őszinte legyél és természetes. Nem azt mondom, a mai napig szeretek csinosan felöltözni és kisminkelni magam, de számomra már nem ez a prioritás. A tisztaság, ápoltság és igényesség szerintem nem ott kezdődik, hogy milyen márkás ruhákban jár az ember, hogy mennyiféle kencét kell az arcára vagy a hajára, és hogy ezek milyen árérték arányban helyezkednek el. A harmóniát nagyon nehéz megteremteni, főleg ebben az információdús rohanó világban, de én úgy gondolom, hogy ha az ember elkezdi és minden nap szán időt magára, akkor biztos, hogy egy idő után a napi rutin részévé tudja tenni. Számomra még az aktív sportolás is egy ilyen hatalmas nagy energiabomba, és segít jobban kapcsolódni saját magamhoz, illetve a természethez. Itt mindig felfrissülök, kitisztítom az elmémet. Aki azt állítja, hogy unalmas mindig ugyanazon az útvonalon futni, szerintem abszolút rossz helyre helyezi a fókuszt. Itt mindig minden más, mindig változik minden, ahogy az évszakok múlnak, mindig más színben pompázik a táj, más növényeket látsz, állatokat, van, hogy kijönt a tisza, van, hogy visszahúzódik. A természet mindig változik, és csodálatos legyen szó bármilyen helyről. Nem tudtam megállni, hogy ne nyúljak bele a Tiszába, egyszerűen felemelő érzés kapcsolódni ezzel a hatalmas nagy víztömeggel. És hogy mi a kulcsa a boldogságnak? Szerintem az, hogy mindig értékeled, és örülsz annak, ami éppen van.